A légierőt egy nagyon jó szellemiség jellemezte. A Magyar Királyi Honvéd légierő alapjában véve nagyon jó szervezett egység volt, magasabb egység volt. Csupán a gépanyagára lehetett azt mondani, hogy nem volt mindig korszerű, csak a háború végén. Az akkori technika csúcsa volt az, amivel a háborút tulajdonképpen megvívtuk és elvesztettük. A Messerschmitt 109-es vadászgép volt a csúcstípusom, és az azt megelőző Fiat CR 42-es és a magyar és olasz gyártmányú Héja, a Reggiane 2000-es. A repülés az egy csoda, az egy csodálatos valami. Az emberiség nagy vágyának, az egyik nagy vágyának a teljesülése. De mégis csak úgy az élvezet céljából repülni nem lehetett. Akkor minden repülésnek kellett, hogy haszna legyen a hadsereg értelmében. Ezért lettünk katonák. Ezért lettünk katonák és katonai pilóták. Meg kellett békülnünk ezzel a gondolattal. A katona parancsot teljesít. Ha ellenséggel harcba kell szállni, akkor az ellenséget meg kell semmisíteni. A világ minden hadseregében ez így van, velünk is így csináltak, és mi is így csináltunk másokkal. Más dolog, hogy egy ejtőernyősre, vagy egy parasztházra, ha lehet, nem nyitunk tüzet, mert hiszen ott ártatlanok is meghalhatnak. Ez természetes. De maga, ilyen lelkitusa, ez lehetetlen volt. Erre nem szabad gondolni se, mert ha erre gondol egyszer egy katona, akkor az már nem katona. Mi valahogy máshogy viszonyulunk a saját bajtársainkhoz, mint egy földi alakulatnál. Mi sokkal inkább egymásra vagyunk utalva, kialakul köztünk életbe egy nagyon szoros kapcsolat, és ez halálig tart. Ez, ami jellemezte a mi időnket, és ez szépen átjött a mostani időkre is. Az életem nem volt teljes repülő élet. Nem az én hibámból, életem nagy részét polgári foglalkozásokkal kellett töltenem, és csak az utolsó 10 évben találhattam meg újra a régi repülő társaimat és az utódaimat. Ez az utolsó 10 év, ezért érdemes volt élni.